Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 12-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Itt szerelemről van szó. Ha ámor itt megjelenik, akkor az azt jelenti, ez a férfi szerelmes. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ő feltekint az égre, és érzi ezt az égi hatalmat, tudja, hogy szerencse lesz, mert a csillagok szerencsét hoznak. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Itt megjelenik egy uralkodó. Ő uralkodik a gondolatai felett, ő uralkodik az érzelmei felett, és ő uralkodik a helyzet felett, uralkodik az élet felett. Megvan ez a megjelenése, de nem csak neki, hanem nektek is. És a napi csokis kártya közöl valamit. Kényeztesd el őt, és kényeztesd el magadat. Tégy valami jót. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven, ez egy videó felvétel, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!